Sziasztok! Üdvözöllek benneteket újra a csatornámon. Ma egyfajta dupla kihívást hoztam, ugyanis egyrészt kihívás elé állítom saját magamat, meg aztán remélhetőleg benneteket is. Egész pontosan arról lenne szó, hogy kiválasztottam 5 számomra ikonikus sorozatot, és a mai videóban megpróbálok a sorozatok által inspirálta ruha összeállításokat létrehozni, majd mindegyikről feltöltök egy-egy instasztorit, és megkérdezlek benneteket, hogy vajon melyik lehetett ez a sorozat. Úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy egyrészt én hogy fogok teljesíteni, és mennyire sikerül majd a sorozatok inspirálta szetteket létrehozni, és aztán nektek mennyire sikerül ezeket eltalálni. Az egyik fontos szempont a ruhaválasztások során, hogy csak olyan ruhákat, illetve kiegészítőket használhatok fel, amik már alapból a ruhatáram részei. Egyrészt emiatt szeretném, hogy kicsit nagyobb legyen számomra a kihívás, és úgymond a megszokott dobozon kívül gondolkozzak, és olyan párosításokat, olyan összeállításokat hozzak létre a saját ruhatáramból, amik nem feltétlenül jutnának eszembe alapból, illetve a másik dolog, hogy az összes sorozat, amit kiválasztottam, az HBO Max kínálatában elérhető. Úgyhogy nézzük is meg, hogy mik lesznek ezek. Ha divat és sorozat, akkor szerintem a Sex és New York megkerülhetetlen, legalábbis, ha kimondom ezt a két szót, akkor szerintem 10-ből 9 embernek a Sex és New York fog eszébe jutni, úgyhogy nyilván ez az első dolog, ami nekem is beugrott. És hát, ha kifejezetten Carrie Bradshaw-ra gondolok, akkor ami rögtön, mint ruhadarab eszembe jut, az kettő dolog. Egyrészt a tűsarkú, a másik pedig ezek az óriási, habos-babos tűszoknyák. Két olyan dolog, ami egyáltalán nem lelhető fel a ruhatáramban, úgyhogy ez nehéz, de próbáltam képeket gyűjteni minden sorozatról, itt is van előttem a kis laptopom, ugyanis inspirálódásként összegyűjtöttem ezeket, és kettő olyan szettet is láttam, amihez hasonlót azt hiszem összetudnék állítani. Az első talán nem annyira jellegzetes, viszont szerintem, ha majd a másikkal együtt látjátok, akkor talán azért sokat mondó lesz, úgyhogy elsőként ezt fogom inspirációnak venni. A második fotónál pedig ez a ruha eszembe juttatott egyet a saját gardróbomba, és azt hiszem, egy kis stylinggal elég jól át fogom tudni adni ezt a Sex és New York hangulatot. Úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy ezt eltaláljátok-e. Ez lenne az első Sex és New York szettem, és szerintem ezt sikerült teljesen eltalálni, legalábbis a kép alapján, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy el fogjátok-e találni. A képpel szerintem nagyon jól hasonlít, viszont nem feltétlenül ez a legjellemzőbb Carrie Bradshaw külső, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy mennyire fogjátok eltalálni. Minden esetre nekem azért ez ilyen erős 2008-10 vibe-ot ad, mert valószínűleg ez egy későbbi fotózás alapján készült. Na de nézzük a másik szettet. Pedig a második Sex és New York inspirálta szett, bár a kép alapján ez inkább már az And Just Like That-ből van, tehát a Sex és New York utósorozatából hívjuk így, de azt hiszem ez a ruha stílusában abszolút hozza ezt a Sex és New York vibe-ot. Kéz a telefonban, pici kis táska, és hát az előzőnek, meg ennek a szetnek is valószínűleg a picit hiányossága ez a cipő, mert ennek a sarkát nagyjából megduplázhatnánk, de az az igazság, hogy ez a legnagyobb sarkú cipő a tulajdonomban. Csak hogy itt az egyértelműség vonalán haladjunk, ha divat, akkor számomra a másik ikonikus sorozat egyértelműen a Gossip Girl, ami a tinédzser éveimet hát nagyban meghatározta. 2000, nem is tudom pontosan, mikor ment ez a sorozat, ilyen 2010 környékén, előtte kicsit, utána kicsit, nagyjából így, és most így visszanézve a képeket, azért elképesztően látni, hogy milyen erősen befolyásolta ez tényleg a hétköznapok divatját, ugyanis nagyon-nagyon sok olyan szettet, vagy olyan párosítást fedeztem fel itt a képeken, amiket én is kifejezetten szerettem tini koromba. Például ezek a kicsi mellények, amit Serena nagyon gyakran viselt, az abszolút jellegzetes volt. Én itt most Blair Waldorfot vettem alapul, és ha nála kifejezetten meg kell említenem úgymond ikonikus darabokat, vagy olyan dolgokat, amikről rögtön ő fog az eszünkbe jutni, akkor szerintem az egyrészt mindenképpen a hajpánt, illetve a harisnya, ballerina cipő, meg összességében is, ha csak rágondolok, akkor ez a fancy iskoláslány jut eszembe, talán egy kicsit párizsi beütéssel. Úgyhogy én is ezt próbáltam előhozni. Thank you.
pedig akkor üdv New Yorkból, Blair Waldorfként. Szerintem azért rá mindig kicsit egy ilyen picit koravén öltözködés volt jellemző, legalábbis néhány évadban egész biztos. De lett volna valamilyen rikítvó színű harisnyám, akkor azt vettem volna fel hozzá, mert számomra az ő szettjeiben mindig ez szúrt különösen szemet. De a hajfált, a kis blézer, szoknya, valamilyen chini blues az nála ikonikus, illetve hát természetesen ebben a sorozatban mindenki csak az alkarján hordta a táskát, mint ugye ahogy egy időben én is, és hát egy elmaradhatatlan ballerina cipő, úgyhogy ez lenne az én kis Blair Waldorf szettem. A következő sorozatnál ugorjunk vissza néhány évtizedet, egész pontosan a 80-as évekbe és azon belül is Magyarországra, ugyanis ez a sorozat nem más, mint az HBO Max új magyar sorozata, a Besúgó. Hát meg kell mondanom, hogy a húsvéti ünnepek alatt, na jó, igazából egy délelőtt alatt kipörgettem az eddigi elérhető részeket, mert annyira tetszett, már az Aranyélet óta vártam valami hasonlóan tipikus magyar sorozatot, és hát ugye ez néhány évtizeddel korábban játszódik, de hasonlóan nagyon izgalmas. Viszont, ha a divatra és az öltözködésre gondolunk, akkor ugye a klasszikus 80-as évek jut eszünkbe róla, és hát nekem ez mindenképpen a Farmer-Farmerral összeállításban merül ki, vagy legalábbis rögtön ezt juttatja eszembe, úgyhogy én is egy ilyen szettet választottam. Ja, és ne keressetek rá, hogy 80-as évek hajviselete, mert nagyon durva dolgokat lehet találni. Farmerral én sosem szoktam felvenni, úgyhogy nekem ez tényleg nagyon erős 80-as évek hangulat, már csak a szabását tekintve a kabát, illetve a nadrág is. Na hát, ha meg hajról beszélünk, szerintem ez annyira tipikus, főleg ezzel a hajgumival, úgyhogy azt hiszem mehetnék itt a sorozatba. Miért nem kérnek? Miért nem hívnak? Remélem lesz második évad, szeretnék a háttérben lenni valamelyik részben. Ha már sorozatok, akkor nyilván nem hagyhatom ki a Jó barátokat, hiszen tudjátok, hogy örök kedvencem. Végignéztem a képeket. Mónikánál és Rachelnél is kettő dolog volt visszatérő, sőt, Phoebe-nél is. Egyrészt a különböző rétegek viselése, valamint a kantáros szettek is. Itt rögtön eszemben is jutott, hogy van egy kortbársony kantáros ruhám, úgyhogy mindenképpen ezt fogom hasznosítani. A Besúgó szett igazából teljes egészében elmehetne, azt hiszem, Jó barátok szettnek is, úgyhogy hát igazából a hajamat hagyhattam is volna úgy, főleg szerintem Phoebe-re nagyon jellemző volt ez a hajviselet, úgyhogy végül is csak a csuklómon hagytam jelzés értékkel ezt a hajgumit, úgyhogy előkerült ez a kantáros ruha, illetve most még egyszer végignéztem Rachel hajviseleteit, és talán ez a félig felcsipeszelős is elég jellemző volt rá, különösen amikor még ugye pincérnő volt a Central Perkben, úgyhogy most 80-as években nyomulok, és azt kell mondjam, hogy ez a stílus kifejezetten kényelmes és komfortos számomra. Igazából, ha most így végignézem az előző dolgokat, hát már szinte minden évtizedet lefettünk, kivétel a 90-es éveket, vagy éppen napjainkat, úgyhogy az Eufóriát választottam az utolsó sorozatként. Bevallom, én ezt a sorozatot nem néztem, viszont szerintem letagadhatatlan, hogy mennyire erős a divatformáló készsége. Legalábbis szerintem a mai tinédzserek, Istenem, ezt a mondatot kimondva, mennyire öregnek érzem magam. Szóval a mai tinédzserek szerintem egy az egyben Eufória inspirálta öltözködést követnek valamennyire, ami igazából a 90-es évek, hát kicsit talán bevállalósabb formában, mert amikor nézegettem most TikTok videókat, meg Eufória inspirálta szetteket, hát be kell vallanom, nehéz volt eldönteni, hogy milyen fajta munkát is végeznek ezek a lányok, ha értitek, mire gondolok. Tehát kicsit bevállalósabb, és azt kell mondjam, hogy talán az összes közül ez az, ami leginkább távol áll hozzám. Nekem ez azért már kicsit túl sok, majd mondjuk úgy, hogy textíliát tekintve kicsit kevés, és talán ehhez találtam legkevésbé passzoló ruhákat a ruhatáramba, de hát nézzük meg, hogy mit sikerült kihoznom belőle. Úgy tűnik, mégsem vagyok annyira öreg, mert azért egy egész sok olyan dolgot találtam a ruhatáramban, amit hasznosítani tudok egy Eufória szethez, és hát végül is ez az, amit összeraktam. Nem mondom, hogy ezt így egyben valószínűleg felvenném, kicsit túlzásnak gondolom, de hát ha valamit tudok erről a sorozatról, az az, hogy ebben azért vannak túlzások. Úgyhogy ez lesz az én Eufória
vissza a tínédzserkorba szedtem. Hát ez lett volna az 5 sorozat inspirálta szettem, most feltöltögetem a képeket Instastory-ba, és holnap megnézzük, hogy milyen eredményekkel zárult a nap, mennyire sikerült eltalálnotok a sorozatokat. Hát eljött az igazság pillanata, közel 24 óra telt el azóta, mióta kiraktam az Instastory-kat, úgyhogy nézzük meg, hogy mennyire találtátok el a sorozatokat. Tegnap, amikor felraktam a posztokat, akkor kicsit belekukkantottam, hogy miket írtok, de most így a teljes összegzést még én sem láttam. Úgyhogy kezdjük az elsővel, ami a jó barátok inspirálta poszt volt, és hát ha itt végig görgetek, akkor rögtön azt hiszem sikerült eltalálnotok, mert hát azt hiszem 99%-otok így ránézése a jó barátokat írja. Érkezett néhány eufória tipp, de többen is voltak, akik konkrétan jó barátok, és azon belül is Rachelt megnevezték, úgyhogy megy a piros pont nektek, ezt bőven eltaláltátok. Következő Gossip Girl set. Ezúttal sem kellett csalódnom, megint-megint rengeteg Gossip Girl válasz érkezett, néhány Emily in Paris is becsúszott közé, de abszolút a Gossip Girl van túlsúlyban. Ügyesek vagytok. Aztán Euphoria set, lássuk. Itt már nagyobb azért a szórás, de talán még mindig túlsúlyban vannak az Euphoria válaszok, de többen írtátok itt is a Gossip Girl-t, a Sex és New York-ot is, az Elite című sorozatot, de azt hiszem, talán még mindig az Euphoria vezet, de azért nem olyan nagy súlyban. Hát lehetséges, hogy ez az én hibám is, hiszen ahogy említettem, ezt az egy sorozatot nem néztem ezek között, tehát lehet, hogyha jobban belemélyedtem volna, akkor még pontosabb szettet tudok belőle összerakni, de összességében szerintem ezt is eltaláltátok. Itt van a besúgó szett, a klasszik 80-as évekkel, ahol azért megint többféle válasz érkezett, van köztük sok besúgó is, viszont talán a Stranger Things az, ami vezet, azt írtátok nagyon sokan. Ugye hasonló korszakban játszódik, 80-as évek, úgyhogy azért a 80-as éveket sikerült eltalálni, majd végül is a Sex és New York, amiből csak az egyik szettet posztoltam ki, és ott is azt hiszem, hát a Sex és New York és az Emily in Paris elképzelhető, hogy nagyjából egában kapott megfejtéseket, de ha pörgetek, hát összeszámolni nem fogom, igen, továbbra is azt mondanám, hogy nagyjából megoszlott ez a kettő. Szóval összességében azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon jól teljesítettetek, én pedig nagyon élveztem ezt a kis kísérletezést. Úgyhogy ne felejtsétek, az összes sorozatot meg tudjátok nézni az HBO Max kínálatában, kíváncsi is vagyok, hogy ezek közül melyik a kedvencetek, majd írjátok meg kommentben. Most pedig köszönöm szépen, hogy itt voltatok, találkozunk legközelebb is. Sziasztok!